Mai nappal véget ért a parlament tavaszi ülésszaka. Az utolsó két évben sok minden történt, aminek nem örültem. Többek között a kormány bedarálta a Magyar Tudományos Akadémiát, elfogadta a költségvetést és elfogadta a köznevelési törvényt. Ez a mind a három olyan dolog, ami nagyon negatív ügy, nem örülök neki, valószínűleg nagyon sokat fogunk még elnek küzdeni az őszi ülésszakban és az elkövetkező években. A parlament elfogadta a mai napon a költségvetést. A kormánypártok, a Fidesz és a KDNP semmilyen ellenzéki javaslatot nem fogadtak el, így az enyémet sem. Én azt javasoltam, hogy legyen a személyi jövedelemadó olyan, ami a szegényeket, illetve a dolgozókat segíti, és a gazdagabbakat természetesen jobban adóztatja. Valamint javasoltam, hogy a nyugdíjakat szintén emeljék, de ne úgy, hogy a felső kategóriás nyugdíjakat emeljék, hanem a kis és közepes nyugdíjakat emeljék, és a nagy nyugdíjakat pedig ne érintse az emelés. Mint oly sok más ellenzéki indítványt, ezeket se vették be. Ez a költségvetés, a felső 100 000 költségvetése Magyarország népjének semmit sem segít, sajnos pontosan olyan, mint az elmúlt 9 év összes többi Fideszes KDNP-s költségvetése. Áder János ma aláírta a Magyar Tudományos Akadémia bedarálásáról szóló törvényt. Természetesen ellenzéki társaimmal közösen ezt nem fogjuk annyiban hagyni, az Alkotmánybírósághoz fordulunk, hogy az akadémia maradhasson független, és ne egy újabb játszótere a kormánynak. Küzdeni fogunk az utolsó leletünkig. Az ülésszak megkoronázásaképpen a Fidesz-KDNP azt a Varga Juditot emelte igazságügyi miniszternek, akinek már van nagyon jó lakása, mégis havonta 100 000-eket vesz föl lakhatásra. Mindezt egy olyan országban, ahol a lakosság többsége azzal küzd, hogy legyen tető a saját, illetve a családjának a feje fölött. Hát ez Magyarországon ma az igazság. Nagyon remélem, hogy minél rövidebb időn belül nem ez lesz Magyarországon az igazság, és nem Varga Judittól fogják meghatározni az igazságügyminisztériumnak a minőségét és az irányát.